Feng Shui a hálószobában. Laikusként mesélem most csak úgy, amit olvasgatok. Én hiszek abban, hogy a körülöttünk lévő tárgyak energiái hatnak ránk, és hogy apró változtatásokkal is nagy eredményeket lehet elérni a jó irányba. Azért dünnyögök, mert be van dugulva az orrom. Az egyenrangú párkapcsolat érdekében szerencsés az ágyat úgy elhelyezni, hogy az jó körbejárható legyen mind a három oldalról, és a fejtámla mögött legyen a fal, mint stabil háttér. Ha az ágy valamelyik oldala a falnak van tolva, ott az a fél, amelyik a fal mellett alszik, az elnyomott és alárendelt. Ha nincs párkapcsolat, akkor ez a falnak tolás azt az energiát generálja, hogy jó egyedül, és lezárod az utat a másik elől. Ha mindkét oldal kényelmesen megközelíthető, és esetleg két főre van ágyazva, vagy mindkét oldalt van éjjeli szekrény, az azt közvetíti, hogy készen állsz egy kapcsolatra. Párkapcsolat bevonzásához jó, hogyha egyéb dolgok is párosan vannak, például dísztárgyból kettő, vagy ha van kép a falon, az két hasonló dolgot ábrázoljon, stb. Például. Ha tele van az ágy plüss figurával, akkor azok elfoglalják a helyet a jövendőbeli elől. Nem szerencsés ablakra tolni az ágyat, úgyhogy a fejtámla mögött van az ablak, mert kibemozognak az energiák. És az sem, hogyha a lábad az ajtó fele néz, tehát a lábad az ajtó irányába mutat, kicsit a ravatalozó fele hajaz. Hidegrázós, de ez is ehhez hasonló morbid dolgok vannak leírva. A tükör is hasonló az ajtó és az ablak dinamikájához, csak az egy másik dimenzióra nyílik. A Feng Shui nem javasolja a hálószobába.